Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindenkire kívánom az Úr nagyon gazdag áldását. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, meg annak is, hogy az előző napokon is mindig szinte teltházak voltak, sokan eljöttek, hogy együtt imádkozzanak, és ez a mai alkalom is ilyen. Eljöttünk, hogy együtt imádkozzunk, hogy elmondjuk mindent az Úrnak, ami a szívünkben van. Hoztuk a mi háladásunkat, a mi dicséretünket, talán hoztuk a kéréseinket is. Lehet, hogy valaki hozta a problémáit, és nem tudom, valaki hozott problémát is. Nem probléma, hogy nem, jó, oké, nem volt, valaki problémát is hozott magával, mert ezt is el lehet mondani az Úrnak. Én hiszek benne, hogy ő meg fogja hallgatni az imádságokat. És ugye tudjátok, nem itt a gyülekezetben sok-sok éven keresztül működött zenekar, most már nem ilyen szervezett formában lévő zenekar van, hanem kisebb kamara csoportok, de készültünk kamara zenével, mert jó páran jelezték, hogy nagyon szeretik hallgatni. Szóval ez egy ajándék, egy kedveskedés a számotokra, remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek. A testvérek készültek egy-két énekkel, már így fogadásképpen haladtatok is belőle egy párat, de majd még az Isten tisztelet közben is lesznek énekek. Szóval azt kívánom, hogy mindenki érezze jól magát, és hogy minél többet tudjunk meríteni az Istennek a közelségében. Jó Uram, együtt lenni a Te színed előtt, és várni, hogy szólíts meg, szólalj meg, tégy rendet, Uram, nyújts világosságot, add meg újra a reménység lelkületét, hittel szeretnénk rád nézni magunkat. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk. Uram, áldunk Téged, hogy ülnek mellettünk, előttünk, mögöttünk. Köszönjük, hogy van még 7000 ember, mint Illés idején, sőt több. Szeretnénk betölteni azt a küldetést, amit ránk bíztál. Kent fel az ige szólóját, szólaltasd meg az énekeken keresztül a mi szívünket válaszadásra. Uram, úgy jöttünk, hogy másként szeretnénk elmenni, Te veled föltöltve, a Te szereteteddel átjárva, a testvéri közösségben áldást mondva. Dicsérünk, Uram, hogy Te munkálkodó Úr vagy. Amen. Add át a szívedet Jézusnak, ez lesz a kezdő énekünk, remélem, hogy ismeritek. Ezt az éneket közkívánatra fogjuk elzenélni és elénekelni. Nem tudom, hogy itt van esetleg az, aki kérte ezt az éneket. Itt van. Hát akkor dicsőség legyen az Úrnak, nagyon jó kis ének. Akkor ezzel az énekkel fogjuk elkezdeni. Hát már az énekben is szálljuk oda magunkat az Úrhoz, és nyissuk meg a mi szívünket előtte.
ki az, aki hozott magával valamiféle problémát, de most egy másik kérdést szeretnék nektek föltenni. Van-e, aki hozott magával hálaadást? Vannak? Vannak, aki hozott magával? Jó, azért, mert most lesz a hálaadó imádság részünk, és úgy fogjuk csinálni a hálaadást, vannak segítőim, kérlek segítők, gyertek. Nem tudom, hogy szoktatok-e ilyet csinálni, hogy mi is csak ritkán, de most csinálunk. Ez a mi hála szívünk. Jó, akkor eltöbbik különböző pontokra, és arról van szó, hogy azért, csak azért, hogy rengeteg sok hálaadást tudjunk elmondani és kifejezni, ezért a teremnek különböző pontjain megállnak a segítőim, és hogyha valaki szeretne valamiért hálás, valamit ki szeretne fejezni az Úrnak, akkor kérjen, jelentkezzen feléjük, kérje el ezt a kis tömböt, írja rá azt az egy szót, egy-két szót, vagy esetleg egy mondatot, és utána adja vissza a tömböt, ők pedig ide egy kis kiragasztják nekünk a szívekre, hogy nagyon-nagyon sok hálán tudjon összegyűlni. Jó, tehát most már lehet jelentkezni, akinek van a szívében mondjuk hálás a családjáért, az unokájáért, a munkájáért, ezért az ima alkalomért, a hálafalért, vagy bármiért, amiért hálásak vagytok, azt nyugodtan írjátok rá, akinek van kedve, valakinek itt az első sorban is van kedve, akkor lehet én is adok. Van túl is. Utolsó perchez érkezünk, most még azt tudják még. Milyen szép lett. Még szebb is, mint ahogy elképzeltem magamban. Egyrészt szépen megtelt, remélem, hogy mindenkinek a szíve ennyire meg van telve hálaadással, mint ahogy ez a szív megtelt. És látjátok, milyen sokszínű, nem azért, mert csak ilyet kaptam a Tesco-ban, hanem azért milyen sokszínű, mert mindannyian sokszínűek vagyunk, és az Istennek a bizonysága, az Istennek az áldása is ilyen nagyon sokszínűek. Nagyon-nagyon sok minden van az életünkben, amit az Isten ad a mi számunkra, és ez a kis hálafal, ez szimbolizálja, ezt jelképezze mindannyiunk számára. Most egy rövid, egyszerű imádságot fogok elmondani, és gondoljatok erre a hálafalra, gondoljatok azokra, amik rákerültek, amiket rájutottok, meg ami még a szívetekben van, és gyertek velem, egy pár mondat lesz csak. Hajtsuk meg magunkat. Mennyei Atyám, nagyon hálásak vagyunk. Látod a mi háladó szívünket, ezt is, ami itt van, meg azt is, ami bent van a testünkben, a mi lelkünk, a mi egész szellemünk. Neked akarunk hálát adni, téged akarunk dicsérni, mert olyan sok mindent köszönhetünk neked. Te vagy a mi csodálatos, mindenható mennyei Atyánk. Amen. Hát az Isten áldjon benneteket továbbra, és ezt kívánom. Jó? Akkor segítőim vissza is értik a táblát.
És közben meg kérem majd, hogyha a dicsőítő csoport is gyertek lassan előre, és készültek egy énekkel a számunkra. Biztos ismeritek, hogyha nem, akkor majd most megismeritek. Itt vagyok most, jó uram, hozzád száll a dal. És biztosan, akik ismerik ezt a dalt, azok tudják, hogy mi ennek az egyik fő üzenete, vagy fő gondolata ennek az éneknek. Az, hogy milyen sokszor kérésekkel jövünk az Úrhoz, milyen sokszor ami problémáinkkal, ami panaszainkkal, ami gondjainkkal, de most máshogy szeretnénk megszólítani, máshogy szeretnénk elmondani a bennünk lévő érzéseket, a bennünk lévő dolgokat, most hálát szeretnénk adni és dicséretet. És tudjátok, bármilyen furcsa ez, én a kis összefoglaló jegyzetben azt írtam, hogy ez a bűnbánati imádsághoz vezető énekünk lesz. Azért, mert amikor az ember ezt az éneket énekli, valahol szemben és saját magával, és rádöbben arra, hogy igen, a mindennapokban milyen sokszor hiányzik a hálaadás, a dicséret és a köszönet, és mennyire inkább csak Uram, tedd meg ezt, csináld meg azt, menj ide, hozd ide, és soroljuk azt, hogy az Úrnak mit kéne megcsinálnia, de ennél sokkal többre hívott bennünket az Úr, egy vele való személyes kapcsolatra. Szóval énekeljük ezt az éneket, és utána majd egy bűnbánati imát fogunk tartani. Készüljetek már a szívetekben az ének alatt is. A szemeteket, és még egy kicsit megy tovább a zene,
imádkozni fogunk, de nem hangosan. Lehet, hogy van olyan a szívedben, amit úgy érzel, hogy most csak az Úrnak szeretnél elmondani. Lehet, hogy van olyan, amit úgy érzed, hogy rendezni kellene. Valami bántja, nyomja a szívedet. Itt van a lehetőség. Mondd el az Úrnak, mert ő itt van. Meghallgatja a te imádságodat. Látja a te szívedet. Szeretne veled beszélgetni. Szeretne neked szólni. Látod, Uram, a szívünket. Látod, hogy hogyan jöttünk. Hoztunk sok-sok hát és sok dicséretet, de látod, hogy nem csak ez van a szívemben. Uram, kérlek, bocsáss meg. Légy, kérlek, kegyelmes, és segíts, hogy változhasson az életem. Hogy napról napra tisztulhasson, és egyre jobban kirajzolódhasson az Úr Jézusnak a képmása az életemben. Hogy az emberek meglássák, hogy te hozzád tartozok. És hogy én is és mindannyian az Isten fiai vagyunk. Uram, hallgass meg, kérlek, az imádságokat. Hiszen hiszünk benne, hogy hogy ezek az imádságok egészen te hozzád mennek. Hogy egyetlen egy sem fog a porba hullani. Hitből mondtuk el a mi kéréseinket. Bár az ajkunkat nem nyitottunk meg, de felkiáltottunk sokan hozzád. Kérlek, Uram, hallgass meg a mi imáinkat. Adj el erőt. És mi dicsérünk. És magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztus érdeméért és az ő nevében. Amen. Nagyon komoly dolgokról énekeltünk, és ráadásul kétszer is elénekeltünk, úgyhogy biztos mindenkinek, hogy önmerült a szívében, hogy vajon igaz-e mi ez. Sokáig úgy azzal küzdködtem, hogy szabad-e az énekben olyat énekelni, mert igazán nem élek át. Persze az igaz, hogy nagyon sokszor régebben főképp nem annyira figyeltem arra, hogy mit mondok ki, de egyszer aztán rájöttem arra, és hogy megfogalmaztam, és időnként úgy továbbadom ezt a megfogalmazást, hogy az énekekben az ember néha azt hozza elő, ami úgy belül van, és úgy szívesen kijönti. Máskor meg azt, amit úgy szeretném, hogy ott legyen belül. És azért mondom, hogy bárcsak az lenne bennem. Nem tudom, hogy kiben hogy volt most az ének alatt, hogy szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad. Ez a vágyunk, hogy tényleg jó lenne ezt élni és érezni. Ha így volt, akkor valószínűleg vége felé már egyre jobban éreztük is az szeretetet. De mindenképpen érdemes odaállni az Úr elé, ahogy vagyunk. Ahogy vagyunk, mert az ő kezében vagyunk. A mai témánk. Az egész hét témája az, hogy helyem a hol a helyem, és ma, hogy helyem a világban. Nekem azt tanították gyerekkoromban, mindig is gyülekezetbe jártam, hogy a világot az került. Még olyan barátokat sem nagyon szerezzél magadnak, mert azok elvisznek. Meg aztán később olvastam a Bibliában is, ugye, hogy ne szeressétek a világot. És most erre tessék, itt van, most arról kell beszélni, hogy itt helyünk a világban. De ennek van azért igei alapja, és a János Evangéliumának a 17. fejezetéből keressük ki, akinél Szentírás van, a 14. verstől terjedő kis szakasz. Tehát János Evangélium a 17. fejezete, 14. verstől. Álljunk fel és úgy olvassuk, és hallgassuk ezt a Bibliát. Az Úr Jézus szavait olvasom. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból való, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Imádkozzunk. Úr Jézus, céllal tudatosan mondtad ezeket, és tudom, hogy nekünk is van most is üzeneted, és mi szeretnénk ezt nyitott szívvel megérteni, kérünk, segíts. Hadd legyen tényleg nyitott a szívünk, értelmünk, hogy hadd dicsőj meg bennünk. Amen. Amen. Okay, thank you.
régi kép, ma már nem annyira jellemző, de ment az ember az utcán, a hívő ember, és tudtuk róla, hogy imaházba megy. Honnan tudtuk? Biblia vonal alatt is szépen ment az imaházba. Tehát az Isten igéje, az rátette a pecsétjét, és látszott rajta, hogy hova megy. Manapság már ott dudorodik a zsebünkben, telefonnak nevezzük, nem annyira könyvünkben, vagy pedig autóval megyünk az imaházba, nem annyira látszik, de az Isten igé azért meghatároz bennünket. Azt mondja itt az Úr Jézus, a főpap imádság ez, az Atyával beszél rólunk, azt mondja, hogy nekik adtam igédet, és azért az Isten igében valami különlegeset kaptunk, nem? Valami fantasztikus, csodálatos dolgot, hiszen különös hatása van az Isten igéjének az életünkre. Hatása van, és rendkívüli hatása. Ez az az erő, ami világot formáló erő, világot létrehozó erő volt. Az Isten beszéde, az Isten szava. Szólt az Isten, és egyszer csak lett. Aztán az ige az olyan erő, ami embereket is átformál. Nem csak létrehozott bennünket, de átformált bennünket. Egy új életet adott, megváltoztatott, a gondolkodásainkat megváltoztatta. Ez olyan erő, amelyik fantasztikus titkokat tud nekünk kijelenteni. Szentlélek által, hogyha olvassuk és értjük, akkor elkezdünk sejteni olyan dolgokat, amiket egyébként nem tudnánk megérteni és felfogni, mert az Isten titkaiba mutat be nekünk, mutat bele nekünk, és belevezet bennünket az Isten igéje. És kitörölhetetlen nyomot hagy rajtunk. Megváltoztatja az életünket, különleges hatással van ránk, és a legkülönlegesebb hatása az Isten igéjének az az, hogy mennyei állampolgárok leszünk, mennyei polgárok leszünk miatta. Megváltozik az életünk, valami újat kapunk. Jakab azt mondja, hogy az ő akarata szült minket az igazság igéje által. Tehát ez Isten azt akarta, hogy mi új emberek legyünk, és az ige által, az ő szava által ezt meg is tette. Tehát az Isten igé, amit nekünk adott Jézus Krisztus, valami fantasztikus nagy dolgot tett az életünkben, gondolom és remélem, hogy mindannyiunk életében. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk akkor azt, ugye, hogy a mennyből származunk, valahonnan máshonnan származunk, és mégis itt van a helyünk ebben a világban. Idegenek. Ma nem senki az olyan jól, hogy idegenek valahol, honnan jött, menjen vissza. Találkozunk ilyesmivel keresztényként is. Mert az emberek körülöttünk, ha jól tesszük a dolgunkat, és hogyha tényleg az Isten igének hatása alatt vagyunk, akkor megérzik rajtunk az Isten illatát. Tegnap kutyás példát hallottunk, hogy a kutya félelmében megy közel a gazdiához, de olyan példát is tudunk kutyákról mondani, amikor megérzi a gazdiát. Egy filmben láttam azt, hogy két ikerlány találkozott hosszú idő után, talán ismerős nem. A két Lottinak modern feldolgozása volt ez, és kiderítették, hogy nem ismerték egymást 10 éves korukig, de aztán táborban találkoztak, és kicserélik egymást, és az elvált szülőkhöz az egyikhez megy a másik, a másikhoz megy az egyik. És aztán jól is ment, csak közben ott volt a kiskutya is, amelyik azért nem arcra, fizimiskára nézte, érezte valahogy rajta. Olyan megérzése volt, az illatból. És valahogy ott van bennünk az Isten igéje nyomán olyan jellegzetesség, amiből érzik rajtunk a Krisztus illatát. Jézus is beszél erről, igaz? Korintusi levélben, hogy a Krisztus jó illata vagyunk, bár elég rosszul folytatja, az igének mindig igaza van, tehát nem rosszul folytatja, csak nekünk talán rosszul hat. Azt mondja, hogy valakinek az élet illata, másnak meg a halál illata. És tényleg nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy érzik rajtunk ezt a másságot, és örülnek neki. És azt mondják, hogy benned meg lehet bízni. Rád komoly dolgokat rád lehet terhelni.
Mások meg érzik ezt, és idegenkednek. Hogy nem mondjam azt, hogy gyűlölnek. Hiszen ezt tapasztaljuk. Nagyon sokszor ezt tapasztaljuk. A Teremtő Isten megváltoztatott minket, és ezek az emberek nem biztos, hogy elfogadnak minket. Mégis itt a helyünk ebben a világban. Nem tudom, hogy szabad-e ezt így kifordítani. Az Úr Jézusról mondja a Szentírás azt, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Mi is az övéi közé megyünk, és előfordul, hogy az övéi nem fogadnak be bennünket. Mert az az igazság, hogy itt a helyünk ebben a világban, de azt is tudjuk nagyon jó, hogy ez a világ valahogy önmagából kifordult világ. Valahogy rossz irányba haladó világ. Nem szeretjük ezt. Nem szeretjük ezzel szembenézni, mert látjuk a technikai fejlődés egyre jobb, egyre szebb, és talán mondhatjuk azt is, hogy egyre biztosabb is az életünk, és úgy elaltatjuk magunkat, de a sok millió közül csak egy-két apróságot hadd mondjak, és ez most nem fog jó, ez se fog tetszeni nekünk, de ez van a világban. Például ez a világ olyan, hogy a 17. században volt 30 év, 30 éves háborúról beszélek, amikor volt olyan német tartomány, amelyiknek a lakosságnak a fele elpusztult 30 év alatt. Volt egy csata, ugye közepet álljon ennek a 30 évnek, Lipcse mellett a svéd és a Habsburg erők csaptak össze, és egy délután folyamán néhány óra alatt 7,5 ezer ember meghalt. 3 ezer ember megsebesült. Olyan ismerős ez. Annyit láttunk már ilyet, de emberek pusztítják egymást. Ez a világ. És hány és hány ilyet tudnánk még mondani. Háborúk, ahol megtizedeli egymást, vagy önmagát az emberiség. Nem döbbenetes ez? Mert a világ elfelejtette a teremtőjét, és valami olyan nagyon furcsa, olyan nyomorúságos hely megpróbálja szépnek beállítani magát, és az élet szép, és sok minden jót látunk, de döbbenetes, hogy az ember pusztítja a másikat. Ember embernek farkasa. Vagy másik példát mondhatnék, éhínségek. Itt is bőven van választási lehetőség, igaz? Találomra kiválasztottam egyet, ukrajnai éhínségek. A szovjet időszak alatt 3 is volt. 1921-22-ben egy 2 év alatt 1,5 millió ember pusztult el éhínség miatt. Aztán 32-33-ban 1,5 év alatt, tehát egyik tavasztól a következő őszig, majdnem 8 millió ember éhségben elpusztult. És ezt mind emberek okozták, nem a természeti katasztrófák, hanem emberek úgy gazdálkodtak. És ugye 46-47-ben csak 800 ezer ember pusztult el éhség miatt. Emberi mulasztások, vagy szándékos mulasztások miatt. Ember embernek farkasa, pusztítja az ember önmaga. És úgy az apokaliptikus lovak csak úgy rohannak, jönnek, mennek, és azt látjuk, hogy nyomorúságos ez a világ. Akármennyire is megpróbáljuk szépnek beállítani, pusztul az emberiség. És aztán, hogyha már az apokaliptikánál tartunk, Jelenések könyve 6. fejezetében, ott az első 4 pecsét után van az 5. pecsét, az oltár alatt a lelkek, azok, akiket megöltek, a mártírok, és azóta is újból és újból is megint csak ott vannak a mártírok, akiknek a jó illatát nem bírta el a környezete, és elpusztította őket. Döbbenetes dolog, milyen világban élünk. És itt a helyünk. Itt a helyünk, ebben a világban. Nem véletlen élünk ebben a világban, hanem az Úr Jézus
azt mondta, hogy én nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a nyomorúságból, hanem hogy őrizd meg őket ott bent. És hogyha kicsit visszatérek az elejére, a mondani valónak az elejére, akkor ráadásul még meg is jelöl bennünket az Isten. Nekünk adta az igényét, és az igéje megváltoztatott bennünket, és messziről lesír rólunk az, hogy Krisztusiak vagyunk. És nem vonjuk ki magunkat azokból, amik itt vannak a világban, mert itt a helyünk. És nem gyűlöljük azokat, akik minket gyűlölnek, és nem vonakodunk ezektől a dolgoktól. Nem félünk a változásoktól. Lehet, hogy néhány évtized múlva, hogy a fiatalok megérik azt, hogy Európa nagy része más vallású lesz. Nem félünk tőle. Mondhatom én könnyen, mert néhány évtized múlva hol leszek. De a keresztény ember, az Isten hit és az Isten népe az megélt igen-igen ellenséges környezetben is. Mert ott a helye a világban, nem? Nem csak itt a helye Magyarország nagyon barátságos keresztény barátorrát ország manapság, de ott van a helye abban a világban, Egyiptomban, Iránban, másikban is, az Isten népének. És az Úr Jézus nem azért könyörög, hogy atyám, vedd már ki őket onnan, hát nem látod, hanem azt mondja, hogy őrizd meg őket a gonosztól. De mi az a gonosz? Hát persze, meg pusztít. Az, arra gondol az Úr Jézus, őrizd meg őket attól a sok fájdalomtól, őrizd meg őket attól a kínlódástól, attól, hogy elveszítik szeretteiket, attól, hogy esetleg éheznek, elveszítik munkájukat, és kilátástalan lesz a földi életük, ettől kell megőrizni őket? Vagy attól, hogy a bármilyen hatásra eltorzul a gondolkodásuk, lekopik róluk az ige hatása, és ugyanolyanok lesznek. Mert az ember menekül, még a keresztény ember is néha menekül. Idős testvérek között tapasztalom időnként azt, hogy úgy szeretnénk már. Persze a fiatalok között is aranyos történet, ezt muszáj elmondanom, hogy az egyik kislányom úgy még egyedül volt, úgyhogy éppen lehet, hogy már mindegy, a lényeg az, hogy még nagyon picike volt, és egyszer csak kijön a szobából, és azt mondja, hogy én úgy szeretnék már a mennyországban lenni. És hát mi mogorva szülők vagyunk, és nem örültünk neki, hanem visszazavartuk, hogy mars vissza a szobába rendet rakni. Itt volt a gyökere annak, hogy szeretett volna mennyben lenni. És néha vagyunk így, hogy nem bírom már ezt a sok terhet, úgy szeretnék már ott lenni az atyánál. Menekül. Ez menekülés. Mert itt a helyünk ebben a világban. Az Úr Jézus azt mondta, hogy nem akarom, atyám, hogy kivedd őket, hanem őrizd meg őket. Mondanám most így, hogy a meneküléstől. Más meg menekül úgy, hogy belemenekülünk egy kellemes kis keresztény közösségbe, az, hogy mi van ott kívül, az nem érdekel. Hagyjanak minket békén, mi jól meg vagyunk egymással. Most bocsánat, hogy rólatok beszélek, olyan jól zenélünk, meg jól érezzük magunkat, mi is mondhatnánk a magunkét, hogy élvezettel hallgatjuk az énekkart, meg egyebeket. Tehát jól meg vagyunk, és belmenekülünk a gyülekezetbe. De van egy jó könyv, aminek az a címe, hogy ki a sószóróból. Egy darabig jó, ha sószorokon van az ember, de akkor vesszük hasznát, hogyha kijön belőle. Menekülnénk, de nekünk a helyünk, csak az élesség kedvéért mondom így, nem a gyülekezetben van, hanem a világban van a helyünk. Az más kérdés, hogy jövünk a gyülekezetbe, idehozni az örömünket továbbadni másoknak, meg feltöltődni, egymás hitáltal épülni, aztán megyünk és a helyünkre kerülünk, és éljük az életünket, azt, amit ránk bízott az Úr. Aztán menekülünk néha úgy is, hogy úgy formáljuk, alakítjuk az életünket, úgy jó illatot eltakarjuk más illatokkal, hogy ne legyen annyira feltűnő, és ne legyen annyira
piszkáló, hogy másokat ne zavarjunk annyira, olyan belesimuló, világos simuló kameleon keresztény életet is élhetünk, de ezek azok a menekülési dolgok, a gonosz eredménye, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy Uram, őrizd meg őket ettől. Őrizd meg őket a gonosztól. Mert a gonosz elveszi az ő erejüket, elveszi az ő krisztusi illatokat, elveszi, vagy elvenné az evangélium élét. De nekünk a helyünk itt van a világban. Még akkor is, hogyha ez a világ kifordult önmagából, pusztulás felé halad, nyomorúságos, és még nem is beszéltem az erkölcsi pusztulásról, és akkor is, hogyha nem fogad esetleg be bennünket, mert nem futunk velünk abban a gonoszságban, néha meg kell mondani esetleg a mást, akkor is, hol a helyünk? Az Úr Jézus azt mondja, hogy itt a helyünk ebben a világban. És hogyha menekülünk, akkor az életünk értelme elől menekülünk. A létezésünk értelme. Ne gondolt testvérem, hogy az a létezés értelme, hogy üdvösségre juss, menj békéi Istennel, mert ha ez lenne a létezés értelme, akkor a megtérésed után a Jóisten megfogna és kiemelne. Elérted a célodat. Más itt a létezésünk értelme. Az Isten lejött ebbe a világba, Krisztusban. Miért? Azért, hogy megszólítson téged, megszólítson engem. És aztán Jézus Krisztus elment, és elküldte az ő népét. Miért? Azért, hogy ő maga ott lehessen a nép között, az emberek között, hogy lássák, hogy érzékeljék az Istent az emberek, a mindenhatót, Krisztust, az ő szeretetét. És ehhez nem lehet nekünk illattalanul, sótlanul, ízetlenül élni, vagy fény nélkül. Mert különben nem látnak minket, nem töltjük be a küldetésünket. Isten tehát azért tart itt bennünket, hogy ő maga legyen látható ebben a világban. Krisztus oda küld, mint bárányokat a farkasok közé. Mert itt a helyünk ebben a világban. De van itt az ige végén még láthatunk egyet, van az igének egy másik különleges hatása is. Nem csak az, hogy ránk teszi a bélyegét, és megváltozik az életünk, és mindenki látja, hogy Krisztushoz tartozunk, ezért nevezték Antiókiában is keresztényeknek, krisztusiaknak az embereket, mert látták, hogy tisztára úgy beszélnek, és lesír róluk, hogy hozzátartoznak. Ez az, amit az ige elvégez bennünk, hogy mi is ilyenek leszünk. De itt az ige a szakasz végén azt mondja az Úr Jézus, hogy szenteld meg őket igazsággal, a te ígéd igazság. És azt is mondja, én értük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Az ige megszentel bennünket. És a szentségnek mi az egyik értelme? A szent eszközöket csak az Isten sátrában volt szabad használni, vagy a templomban. Az Isten magának félreteszi. És félretesz magának bennünket. A magáénak vall és mond bennünket, elkülönít. És a szentségnek ott van egy másik értelme is, mégpedig az, hogy az életünk olyan minőségű lesz, hogy nincs bárki vádoljon bennünket. És az igéből tudjuk nagyon jól, hogy az Úr Jézus Krisztus, a vőlegény, önmagát adta azért, hogy mi tökéletesek és fedhetetlenek legyünk. És nincs már aki vádol. Nem vádolhat már a sátán. Levettetett az égből. Nincs már ott az Isten jelenlétében, nem szórhatja a vádait. És hogyha belül vádol, megbánt bűnökért, mondja az egyik énekünk, akkor nincs igaza. Mert nem vádolhat senki, mert az Isten igéje, a Szentlélek munkája megszentel bennünket. Ezzel biztosít bennünket. Nem csak úgy egyszerűen belök minket a farkasok közé, vagy ebbe a nyomorúságos világba, hanem magáénak mond, és megőriz, megváltoztat, hogy kibírjuk ezt a világot.
lehet, hogy lesznek olyanok talán közülünk is, akik földi élete nem bírja ki ezt a világot, ezt a gonosz és kegyetlen világot. Lehet, hogy mi ezt elkerüljük, de vannak olyan keresztények, akiknek a fizikai földi élete nem bírja ki, meg kell halniuk. De az Isten nem engedi ki a kezéből az övéit. Megtart bennünket, és örök életre visz bennünket. És aztán odaállhatunk majd elé, mint akik elvégezték az ő világító, sózó, jó illatot terjesztő szolgálatukat. Mert ott éltek abban a világban, ahová helyezte őket az Isten, és ott éltek és ragyogtak, és megvalósították azt, amit az Isten akart. Hol a helyünk? A világban, az emberek között. Azért, hogy az Isten látható legyen ott. Ott vagyunk-e a helyünkön? Ez a nagy kérdés most számunkra, és adja az Úr, hogy tudjunk választ adni erre. Amen. Engedelmeskedett mindenben, még mind halálig, még pedig a kereszt halálig, és mi magasztalunk téged a megváltásért, magasztalunk téged az újjászületés kegyelmért, azért, hogy mi is azokká lehettünk, akik nem csupán fizikai valomban, hanem lelkünk legmélyében is újjászülethettünk és formálódhatunk. És külön kegyelem az, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket, és azok is lehetünk. És kérünk, hogy tedd a mi életünket is olyanná, amely ezt a krisztusi indulatot tudja megélni, ugyanezt a szeretetet, ugyanezt az irgalmat, ugyanezt a megaláztatkodást, azért, hogy engedelmességünkben mi is betölthessük a szolgálatunkat, megtalálhassuk a helyünket, ahová helyezed és küldesz bennünket. Isten népe, áldjon meg téged Isten az ő kegyelmének gazdagságával. Adja neked a reménység szilárdságát. Töltse be szívedet azzal a szeretettel, amely megindul az elesettek esendőségein, lehajol a rászorulók felé kinyújtott kézzel, azért, hogy ott abban a világban, ahová helyezett téged, világossággá, sóvá, Isten gyermekének a boldog bizonságtevőjeként ott lehess. Az Isten kegyelme, az ő szeretete, az ő irgalma adjon ehhez erőt valamennyiünknek. Amen. Amen.